Hoblik Péter, a Szent Kristófház gondozottja álma beteljesült, hiszen kedden megnyitották a több száz plüss játékból álló kiállítást a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Kiállításnak az ötlete felmerült, akkor én ezt a munkahelyemen is meghirdettem, és hát az összes ismerősöm mozgosította magát. A rendhagyó tárlat Kovács Szilvia kolléganőn közbenjárása nélkül nem jöhetett volna létre, aki Szilvási Grund Helgával, a Művelődési Ház igazgatójával egy kisebb meglepetéssel is készült Petinek. Amikor azt mondta az anyukája, hogy szeretnének egyszer majd valaha egy kiállítást, és ez mekkora álom, akkor én meg tudtam, hogy ez nem egy megvalósíthatatlan feladat, úgyhogy tényleg egy telefon volt, és azonnal meghallgatásra nyert a kívánságunk, úgyhogy én nagyon hálás vagyok Szilvási Grund Helgának, hogy befogadta ezt a kiállítást. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy támogassuk a fogyatékkal élőket, és ez nekem szívügyem, és ugye azt is több fórumon elmondtam már, hogy őket nem elrejteni kell, hanem megmutatni azt, hogyha valamiben jó. A kiállítás megnyitója részeként a Szent Kristófház zenés verses produkcióval is készült, ami mindenki arcára mosolyt csalt, különösképpen Lerner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármesterének, aki elmondta, a hosszú nap után ez a megnyitó egy lelkifröccs volt számára. Egyrészt ugye ez a város címerében is benne van, egy nyitott kapu, ebben a nyitott kapun, tágra nyílt kapun mindenki belefér, ez egy nagyon fontos, és a Szilviának a kezdeményezése meg példaértékű. Ez az első ilyen kezdeményezés, ahol egy Szent Kristófos fiatalember egyrészt hagyja és engedi, és élet egyik vágya, hogy megmutathassa az ő gyűjteményét, az ő plüss állatait. Másik, mint befogadó, ahogy belépek ide a Gárdonyiba, már komolyan így mosolyra fordul a szám, nagyon, tehát olyan a lelkemnek is, meg maga az ember közérzete teljesen megváltozik. A megnyitó végén egy másik fiatal ember álmát sikerült megvalósítani. Tibi régi álma volt, hogy elmondhassa a tévében, hogy telnek a Szent Kristóf házas mindennapok. Nagyon jó érzem magam a Szent Kristóf házban, nagyon sokat szoktunk szövni, akkor ilyen dalkötőt szoktunk csinálni, fűzni, nagyon aranyozni, vagy aranyos műhelyünk a szent. A különleges tárlat az idősebbeket nosztalgikus hangulattal, a kicsiket pedig a játék örömével töltheti el. A kiállítás november 17-éig látható az intézmény nyitvatartási idejében.